oldani. Az igazságot próbálom kimondani. Hogy történik mégis az, hogy elbukom? Mi vagyok, sokszor, hogy hol vagyok, nem tudom. Csiki-csuki, 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 csiki-csuki. Azért, mert mobilon hívhatják a férjem, és én is megegyeztünk, hogy a szabadságunk idejére kikapcsoljuk. Mobil kikapcsol, személyi ruha is kikapcsol, és mi is kikapcsolódunk. Béla, az Isten szerelmére, mondtam, hogy találkozunk. Még 5 perc is elutazom. Hogy hova utazom? Nem utazom sehova. Most mit lehet ezzel nem érteni? Elutazom Sárvára a derékájával a kezeltetni. Nem fáj a derekam, hanem vele fogok találkozni, amit a férjem elutazik gyógykezeltetni magát. Nem, a férjem nem Sárvárra megy, hanem Mátraházára a tüdőszanatóriumba. Béla, senki nem megy Sárvárra, vagy mit tudom, hogy lehet, hogy sokan mennek Sárvárra, de én nem leszek közöttük, mert én vele fogok találkozni, amit a férjem elutazik. Érted már? Persze, hogy érti! Amint az ember hangot vált, és lehordja magukat a sárga földig, rögtön érti. Addig pedig mi rohangáljunk itt az izétől az izéig? A fűtől a fáig rohangálhatunk, mert maguk nem értik a dolgukat. Hát vegye tudomásom, hogy végeztem! Nem tekülte, bolond! Nem veled végeztem. Rezsőke hordja fel a bűvészek kéteket. Ez is akkor, Vikike. Itt horvát hangos beszélget. Vikike, képzelje! A feleségem éppen most utazik Sárvárra a delegált gyógykezeltetni, én pedig azt hazudtam neki, hogy Mátraházára megyek a tüdőszanatóriumba. Én, Vikike megígérte nekem, hogy csak akkor jön fel hozzám, ha kettesben leszünk, emlékszik Vikike az ígéret szép szó, ha megtartja. Maguk megígérték nekünk, hogy megcsinálják az ablaknak az árját, de hát megcsinálták meg az ablaknak az árját, a végén még a kezünkben marad a kilincs, és nem tudjuk majd nyitni, csukni. Meg fogunk dögleni ebben a melegben, igen? Hogy? Hát persze, ezt még hallani fog róla már, megbízhatatlan egy népség. Nem igaz fel magad szívem, tudod, hogy állt a tüdőnek. Tüdőnek? Jó. A tüdőm! Egészen megfeledkeztem róla. A gyógyszerétet beszetted, vagy arról is megfeledkeztél? A gyógyszerét? Jaj, mókuskám! Mi lesz így velem nélkül? Akarod, hogy veled menjek már rádára? Nem lehetek olyan... Nem lehetek olyan felelőtlen. Mi lenne a te derékfájásodra, ugye? Milyen fájásod? A derékfájásod. Jó, hogy a derékfájásod, jó! Arra gondoltam, de most, hogy már nem köhögök, mert hogy nem köhögök, akkor akár ihatnék is. És ha egyszer tényleg ihatnék is, tohányozhatok is, mert nem köhögök, jó vagyok, ihatnék. Egészségem rá. Mert ha már egyszer nem köhögök, akkor minem Istennek megyek a szanatóriumban, ahol csak röpül a pénz! Hadd röpüljön! Esik csak annyi, hadd röpüljön! Ha röpüljön, ha valaha! De ha nincs! Ha az egészségedről van szó, akkor nem számít a pénz! Hát nem, de gondolk végig! Hány táskát vehetnék neked? Akár 2 táskát is vehetnék abból a pénzből! Jaj, nekem nem kell ez a fránya táska, amikor az egészségedről van szó! Nekem csak azt kell, hogy elkotródj itthonról! Gyere haza! Na! Mi? Szépen, lassan, óvatosan, hogy haza? Kezével a feleségét simogatja, a másikkal meg nekem integet, hogy kulcs a lábföldő alatt. Remek a gyomrom az idegességtől. De legyém is. Viki. Lajos. Ó, Viki. Ó, Lajos. Ó, anyám.
hallani magáról mostanában a különböző társaságokban. Annyi jó! Annyi rosszat! De. És ezért jött fel? Istenem! Annyit hallani a bűnről, hogy az ember előbb-utóbb kíváncsi lesz rá. És én nagyon kíváncsi természet vagyok. Én szerettem volna látni egy igazi szívfibrom férfi. Ja. Egy Don Juan a 21. században. És ez lenni. Nézzet! Én mindent megmagyarázom. Mm-hmm. Én tulajdonképpen azért jöttem ki, én a maga... Nem, annyira lehet! Bocsánat! Mi a baj? Jaj, Péki kell maga megrugaszni! Észre sem vennem! Hát téged rúgta meg azt én sem. Szóval én annyit hallottam magára, hogy maga ilyen meg olyan nőcsárvász, hogy a saját szememmel akartam meggyőződni róla. Aha! És miért volt ez olyan fontos magának? Mert én nem hittem el, hogy maga egy ilyen gonosz, lelkiismeretlen nőfaló parázna alatt. Hát ez minden esetre kedves magától. Pedig még a nagymamám is ezt állítja. Jaj, nem kell mindent elhinni az embereknek, amit mondanak. De az anyukám azt mondta, hogy... De neki sem kell mindent elhinni. Hogy maga egy rendes ember. Egy anyának mindig igaza van. Az anyai szív az mindig mindent pontosan megérsz egészségére. Ő azt mondta, hogy maga egy rendes ember. Na, ugye? És nem tehet róla, hogy ilyen drógát lesz. Na mi van? Megugultál? Nem, csak nem találok szavakat. Hát csak keresgél. Igen. Ezt talált? No hát nagyon ügyes vagy, de mi van, leseült? De felesen foglalja helyet. Kösz! És te? Mit én? Te nem ősz? Nem, én nem. Pedig jobb lenne a legnél, ugyanis szeretnék vele biztatni egy-két dolgot. Jó, rendben van. Lejövök. Tessék! De tényleg? Meg se kérdezed, hogy hogy kerülök ide? Tényleg? Hogy kerülsz ide? Hát ezt ugye én is kérdezhetném. Mert ha emlékezetem nem csal, de sok jobban laksz, és csak még évente egyszer is becsületetek ügyvégetek ki. Pontosan! És akkor hogy kerülsz ebbe a lakásba? Hogy kerülök ebbe a lakásba? Hát én úgy kerülök ebbe a lakásba, hogy egy régi kedves, nagyon-nagyon régi barátom megkért rá, hogy jöjjek el, ugyanis a feleségének éppen most indul a vonatja, nyaralásra, és megkért engem, hogy az összem meg a virágokat, tessen meg az aranyhalmat. Jó, szóval ez a lakás most kettőnk. Igen, mert ez az én lakásom. Na ugye? De itt süljétek el, hogy a feleségem! Miért lenne a feleségem? A szomszédasszony valószínűleg ő akarja megöntözni az aranyhalakat, megetetni a világot, a pénzit. Nagyon szépen kérem. Nagyon szépen kérem, hogyha szeretsz. Nem szeretlek. Nem szeretsz. Jó, nem szeretsz. Így beszél egy okos nő, de hogyha valaha szeretnél, akkor nagyon szépen kérem. Hidd hogy be, én mit kérdjek. Ne csinálj botrányt, mindent megteszem, amit csak akarsz. Mindent. Esküszöm. Esküszöm? Jó, mit kell csinálni? Mit kell csinálni? Gyere gyorsan, fogd a táskádat. Menj be a szobába, bújj be a szekrénybe! Gyere! Bújj be a fürdősokból, még van egy! Gyorsan, menjenek! Jézusvány! Csak ezt éljen túl a szívem! Szerintes fiam! Szerintes fiam! Szívem! Mit csinálsz itt? Everest! Itt volt? Igen, képzeld el! Mindenütt jó, de a legjobb a padló. Úgy érted, hogy itt honnan? Igen, és te? Én nem! Úgy Isten, össze fog törni! Hát van rajta biztosítás! Az abban igen! De rajtam nincs! Jó, akkor hívom a rendőrséget! Igen, ez nagyon jó! A rendőrséget! Kommandosokat, a testőrséget! Lajos jó ember, Lajos szép ember, de Lajos összetöri a csontomat, ha ezt megtudja! Igen, Jolánka nem tett semmiről! Ugye, hogy én nem tettek semmiről? Én próbáltam ellenkezni, de Béla olyan erőszakos volt, olyan rámenős volt! Negyedik Béla! Nem! A második, esküszöm, hogy csak a második! És még csak nem is történt, hogy tudtuk semmit! Esküszöm, így jön neked Lajos! Drága Lajos! Rezső! Rezső vagyok! Na, persze!
drága, a drága rezsőzőt. Nem látom? Látom, nem látom. Na, hidd a lista! Papa!
Rád Viktória. Rád Rád Viktória, mivel a papám nem vett a nevére. A papám. A papám. A papám. Meg ő. Nekem van egy lány. Már megint igazat van. Te! Gyerek! Gyere ide! Mondd el, hogy most akkor, hogy is van? Miért jöttél fel úgy hozzám, mint aki a szeretőm akar lenni? Mert annyit hallottam Horváth Lajosról, híres nőcsebászról, hogy kíváncsi lettem rá, hogy milyen is az én mamám. Jaj, Istenem, adj egy puszit, de egy igazit ide, Mókuskám, ez a nő nem más, mint a lány. A lány. Te is Thank you.